Köszöntök mindenkit! A mai alkalommal a Shellshock Live nevű játékot szeretném bemutatni. A játék remek értékelésnek örvend. 1378 szavazatból 85%-a pozitív. Ezt kicsit nem is értem, mivel szerintem sokkal többnek kellene lennie. 90%-nak, vagy még többnek. A játék jelenleg korai hozzáférésű stádiumban van, de ezt csinálja már majdnem egy éve, több mint egy éve. Úgyhogy most már várható, hogy meg fog jelenni. Jelenleg 7 euróba kerül, de a fejlesztők állítása szerint az ára megjelenés után sem fog jelentős mértékben megnőni. Sőt, csak akkor fog megnőni minimális mértékben, hogyha valami extra tartalmat adnak hozzá a játékhoz, ami valószínűleg nem teljesen biztos. Ez volna itt a főmenü, és bár a játék gerincét a multiplayer jelenti itt. Én most mégis egy single player játékot fogok megmutatni. Itt lehetőség van egy kampányt végigjátszani, amely hát rengeteg pályából áll. Ezek ilyen hát néha logikai feladatokat is tartalmaznak, de igazából csak egy-két ellenféllel kell harcolni. És legyőzni őket természetesen. De amit én most tolni fogok, az egy sima csetepaté típusú játék. Adok gyorsan egy ellenfelet magamnak, be lehet állítani, hogy milyen keménységű legyen, hát legyen velem összemérhető, legyen Bob, és ő készen is áll. Itt be lehet állítani rengeteg mindent a játékkal kapcsolatban, hogy például milyen módba játszunk, ez teljesen jó így, ahogy van. A játéknak a típusát, hogy csapatjáték legyen, vagy mindenki mindenki ellen, tehát tudjátok a szokásos dolgok, minden beállítható itt, lehet próbálkozni. Elkezdhetjük a játékot, ready. Hú, a mapot azt nem állítottam be, de random map lesz. Az remek. Jól van, el is kezdődik a játék. Bob kezdett. Na, és a játék azért remek, zseniális, mert annyi fegyver van, hogy meg se tudom számolni. Ezt itt például még nem is láttam. És még ugye, mivel korai hozzáférésű játék folyamatosan bővítés alatt áll, ezt a fegyvert se ismerem. És amellett, hogy számtalan fegyver van, kicsit beállítom a lövést. Én ballisztikusan szeretek játszani. Jó, hát elsőnek ez igencsak szar. Szeret se vettem figyelembe. Ezt a fegyvert sem ismertem egyébként. Na tehát annyi fegyver van, mint a szemét, meg sem tudom számolni, és minden fegyver külön fejleszthető, és a fejlesztések következtében megváltozhat a fegyvernek a típusa is. Teljesen zsírúj fegyverek vannak itt, amiket még nem is láttam. Uzi, hiesse volt még. Próbáljunk így. Ezt a ballisztikus taktikát, amit tolok, hogy fölfelé lövök, ezt azért szeretem jól alkalmazni. Mert ez működik dimbes dombos pályán, meg sík pályán is. Természetesen a szél az egy kicsit megnehezíti, de most ez így egy picit rosszul jött. Tehát igen, néha előfordul, hogy berak a játék egy ilyen portált, vagy egy kis falat, amiről lepattan a lövedék. Ezzel is egy kicsit érdekesebbé teszi a játékot. Amire most célzok, az egy ilyen cucc, aminek hatására kétszer akkorát sebződök. Vagy hát sebződik az ellenfél, akit elkap. Ez is egy zsírúj fegyver. Viszonylag régen játszottam ezzel a játékkal, csak most úgy éreztem, hogy most már tényleg itt az ideje bemutatni, olcsó is. Tehát remekül illik az olcsó játékok sorozatba. Ez is zsírúj fegyver, hát veszorok. Lehet, hogy nem ártott volna egy picit. Na. Lehet, hogy nem ártott volna kicsit játszogatni a játékkal, hogy... Ajaj. Ez egy mágneses fegyver, hogy jó nagy része eltalál, mert mágneses. Lehet, hogy nem ártott volna kicsit játszogatni a játékkal, hogy képbe legyek a fegyverekkel kapcsolatban, de talán nem olyan nagy probléma. Hogyha sikerül legyőznem ezt a seggfejet, akkor utána megmutatom a gyakorló pályát. Ajaj. Ez olyan fegyver, hogy így lehív egy ilyen légicsapásszerűt. Ebből is van rengeteg fajta. Tehát ezután a játék után mi lehetőség szerint győzelemmel zárul.
megmutatom a gyakorló pályát, ahol minden fegyverre vetünk egy pillantást, egy nagyon rövid pillantást, hogy megpróbálom ezt most tényleg betalálni abba a lyukba. Nem sikerült, de azért talán egy kicsit kap a teste. Pont nem. Most annyira nem jók a fegyvereim. Azok a fegyverek, amik itt láthatók, ezek nem az összes, távolról sem az összes. Mindig... nem tudom, ez mennyi? 10-12 fegyvert berak, ami véletlenszerűen... hát ez nagyon kellemetlen. Ezért is jó egyébként ezt a ballisztikus cuccot gyakorolni. Nagyjából így. Ezeket is jól ki lehet kerülni. Hát ez nem jött be. Ez is már egy fejlesztett 3-as vagy 2-es szintű gránát volt. Jó, hát ez bumeráng. Lehet, hogy a szeret mégse kellett volna bekapcsolni, mert... nézzük, vannak-e cuccaim? Vannak. Itt az itemeknél van ilyen teleportálás, ilyen EMP, ami lekapja a pajzsot, meg a nem tudom mit. Ez is ilyen védőpajzs, jetpack, extra... ezt be is tolom. Most egyel több fegyverem van. 7 másodperc, ez nem sok. Legyen így. Ja, Uzi, hát kellett volna ismerni, hogy ez mire jó. Ez ilyen fogaskerék, ezeket lehet gyűjtögetni, ezeket lehet extra fejlesztéseket kérni a tankhoz. Zuzi, ez egyébként tök jó fegyver, csak... kár, hogy elcsesztem. Teljesen ok nélkül. Próbáljuk ki ezt is, ez is zsírúj fegyver. Annyira sokat bővítettek a játékon az utóbbi... 2 hónapban, hogy most el vagyok veszve. Próbálom lekapni onnan azt a... csomagot egyúttal. Na, ez nem is volt olyan rossz. Még nem tudom ennek mi az értelme, hogy össze-vissza cikázik a fegyver. De minden esetre sikerült jól telébe kapnom a testét. Egyelőre én vezetek, kevesebb élete van. Na most talán be lehet oda ejteni egy ilyen fegyvert, ha van még. De hát nincs. Akkor legyen ez a pálmafa. Erre emlékszem, ez olyan, hogy ahol felrobbanott egy ilyen kis pálma alakú robbanást hoz létre. Ez az. Megint szépen leesett egy csomó élete. Hú, most jól tele vagyok. Fegyverrel. Ez a sniper fegyver egyébként nagyon jó. Rengeteg életet levesz, viszont nagyon kéne tudni vele célozni, mert... ez egy jó régi klasszikus fegyver, ami most jön. Szépen. Kicsit beássa. Úgy tűnik az ellenfél se tudja használni még az Uzit, neki is teljesen új. Na, nem tudom. Lehet menni egyébként, ez benzinbe kerül. Minden körben viszonylag kevés benzint adnak. Hát lehet fejleszteni egyébként a tankot. Majd arra is mindjárt kitérek, ez a kígyós fegyver is egyébként klassz. Driller. Hát... érdekes. Nem sikerült, mindegy. A játék után gyorsan megmutatom, ilyen fejlesztések vannak. Lehet fejleszteni az életerőt, meg a páncélt, lehet a kritikus sebzést, meg egyúttal a sebzést is fejleszteni, hogy minden fegyver egy kicsit nagyobbat sebezzen. Most viszont elébe kapom ezzel a fúróval. Pont jó helyre ment. Így. Lehet fejleszteni még a szerencsét, ami... hát most kifejezetten nem tudom, hogy mire jó, de meg lehet tenni, ez is jó fegyver. Ez olyan, hogy ahova, ez is egy ilyen légicsapást meghívó fegyver, ami hát egy villámot, egy jó erős villámot hoz le. Remek, és Bobby-nak mindjárt vége van. Még lehet, hogy küldök egy kis kígyót a testére.
Remélhetőleg ez a kígyó az majd pont felé fog ásni, ez is második szintű kígyó, tehát egy kicsit nagyobb. Hát nem sikerült, teljesen véletlenszerű a kígyónak a haladási iránya. Durva fegyverket tol amúgy az ellenfél is, tehát... Jó, ez nem tudom mi, sajnos. Annyi fegyver van, nem lehet megjegyezni őket sajnos, hogy mik... Mire jók. Hát nagyjából így. Így. Hát elfelejtettem figyelembe venni a szelet. De szerencsére pattog a cucc. És Bobby még életben van. 20 élettel. A következő találatra szerintem meghal. Ez is egy vicces fegyver egyébként. Nagyon-nagyon rossz helyre tudja berakni ezeket az akadályokat a játék most. Egy gránátot megpróbálok oda bedobni a kis gödörben, amiben fekszik. Ez pattog egyet. Hát mellé. Mellé. Bobby, nagyon-nagyon szerencsés vagy. Kicsit megnövelem a hatótávolságot, és akkor beejtek oda egy... Ez mire jó? Ezt még kipróbálom, ezt a fegyvert, mert se ismerem még. Ez vicces volt, hát nem tudom. Nem tudom, hogy ez mindig működik, vagy ez most... Mindegy, szépen végigment az árnyék, rengeteg XP-t szereztem. Ja igen, hát az a probléma, hogy XP-t szerezni az csak az ember elleni játékban lehet. A fegyverek fejlesztése is csak akkor történik meg, hogyha ember ellen sikerült játszani. Úgyhogy ez most... nem tartalmazott XP szerzést. Ez a győzelem. Na hát nézzük meg, hogy milyen fejlesztéseket lehet a tankon tolni. Itt van a tank. Ebben a négy ágban lehet fejlődni, ez a támadást segíti elő. Ez a... tanknak a páncélzatát, ez a tanknak az üzemanyagát, és ez pedig a tank szerencséjét fejleszti. Lehet fejleszteni a tanknak a megjelenését is. Persze fel kell oldani bizonyos szinteket. Hozzá rengeteg fegyver van, tehát ezek itt a fegyverek, amik mind elérhetőek, és amik ketté van osztva, vagy többfelé van osztva, azoknak a szintjei is eltérőek lehetnek. Hát rengeteg fegyver van. Hát nem is érdemes ezt felsorolni. Itemek, hát itemekből csak ezek vannak. Hogy ilyen célzó lézerpointer, pajzs a tank köré, ilyen kis buborék, ami kivédi a néhány érkező támadást, jetpack, hogy lehessen egy kicsit odébb mozogni, hegyre fel, hegyre le, extra supply, tehát hogy extra fegyvereket ad a készlethez, MP blast, tehát ezt nem tudom, hogy pontosan mire jó, de szerintem ez leszedi ezt a pajzsot, hogyha felrakta, meg talán az üzemanyagot is kiüti, hát nem tudom, tehát mindenképpen borsot tör az ellenfél orra alá. Teleport, random helyre teleportál tank. Rengeteg megszerezhető. Ilyen kis kihívás van, ilyen achievement, vagy nem tudom. Úgyhogy tartalomból szerintem a játék megközelítette a plafont. És ugyebár az igazi remek játék az a multiplayer, szerencsére rengetegen is játszanak vele, hát most kifejezetten nincsenek olyan sokan, de azért mindig lehet ellenfelet találni mindenféle szinten. És hát maga a single player is rengeteg pályát tartalmaz. Free range, szerintem ez a gyakorló pálya. Vessünk is oda egy pillantást, milyen az, amikor az ellenfél ez egyébként bután tűri, hogy üssem. És itt vannak a fegyverek, tehát hihetetlen sok fegyver van. Nagy részüket még én se ismerem, mivel most vettem csak észre, hogy jó nagy mennyiségbe frissítették a fegyverek mennyiségét, és hát rengeteg kaktusz fegyver, ezt régen nagyon szerettem. Úgy tűnik ez pont nem az. Ja, de az csak már egy nagyon fejlesztett változata. Van itt még építő cucc.
ez is már szép nagy, ez is már a kettes szintű fejlesztés. Egy olyan pályán, ahol nincsen szél, ez keményen meg tudja fingatni az ellenfeleket. Elég sokat pattog rajta, mielőtt megsemmisül. Van ennek a építősnek egy ellentétes verziója, ami... Vagy ez egy fúró volt, és akkor ez lesz az építős. Ez még annyira nincs kifejlesztve. Ez egy kicsit így növeli alatt a földet. Tehát rengeteg fegyver van. Ez is egy klassz fegyver. Na, szakadj már el. Ez is egy remek fegyver. Puff, puff, puff. Ezzel is lehet aratni keményen. Mi volt még itt? Pinyáta, ez is klassz, nagyon, nagyon szerettem tolni. Ennek a második szintű fejlesztés sokkal jobb, amikor egyszer három darab ilyen pinyáta esik le. És kezd el zúzni. És még olyan fegyverek is vannak, amiket meg se szereztem, mivel néhány fegyver megszerzése ilyen szinthez van kötve, tehát tapasztalati szinthez van kötve. Ezért nem tudom sajnos bemutatni az atombombát, de az is nagyon klassz. Szivárvány fegyver. Minél élesebb szögben találja el az ellenfelet, annál hatékonyabb. Még egyszer. Még egy picit azért állítok rajta. És akkor remélhetőleg... most már. Három is eltalálta. Hát rengeteg fegyver van, hát... Komolyan mondom, ez... Bőség zavara, hát nem lehet itt egyszerűen kiválasztani, melyik a jó, mindegyik fegyver remek egyébként. Tehát nagyon klassz játék. És tényleg nem drága a játék. Na hát ez lett volna a Shellshock nevű játék, amit meg akartam volna mutatni a mai alkalommal. Korai hozzáférési játék, de már most megéri befektetni. Az ára nem fog sokat változni, a fejlesztők állítása szerint csak akkor fog lehelletnyit változni az ára, hogyha valami mérhetetlen nagy tartalom kerül még a játékba. Amit én nem tudom elképzelni, hogy mi lehet nagyobb, mint még egy jó nagy rakás fegyver. Na, tehát ez volt a mai bemutatott játék. Szerintem nagyon klassz. Most viszont köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!